élesztő gomba lebontó folyamatait fogjuk vizsgálni. Ehhez az egyik kémcsőbe élesztő gombát teszünk, szárított élesztő formájában, legalább egy kanálnyit, de lehet akár kettő is. Ugyanebbe a kémcsőbe cukrot teszünk hozzá, egy kanálnyit. Még a másik kémcsőbe csak szárított élesztőt teszünk. Ezután meleg vízzel felöntjük mindkét kémcsövet, körülbelül feléig, kétharmadáig, és alaposan összerázzuk. Általában így nem szoktunk kémcsövet rázni, de mivel ebben semmilyen káros vagy éppen veszélyes anyag nincsen, ezért bátran megtehetjük, pontosan azért, hogy az élesztő gomba jól elkeveredjen a vízzel és a cukorral. A másik kémcsővel is ugyanígy járunk el, ne felejtsük el, hogy ez a cukor nélküli kémcső. Mindkét kémcső szájára egy-egy lufit húzunk. És hagyjuk most őket egy fél órát, legalább egy fél órát, és megvárjuk, hogy mi fog változni. Fél óra eltelte után nézzük meg, hogy mi történt a két kémcsőben. Jól látható, hogy az első kémcsőben az élesztő térfogata legalább 3-4-szeresére megnőtt, elkezdte bontani ugyanis a cukrot az élesztőgomba, miközben széndioxid gáz termelt, amely széndioxid gáz a lufiban gyűlt össze. A másik kémcsőben, ahol nem volt cukorforrása az élesztőnek, az élesztő a kémcső tetején gyűlt össze, de térfogata nem nőtt meg, maga az oldat zavaros, és a lufiban semmiféle gáz nem halmozódott fel.